Ebben az üvegben tárolják azt az újfajta kézfertőtlenítőgélt, amit a Pécsi Egyetem gyógyszerészkarán fejlesztettek ki. Mi is kipróbálhattuk a készítményt, aminek van egy nagy előnye a hétköznapi kézfertőtlenítőkkel szemben. Nem szárít, illetve ugye a felhasználói élményvizsgálat során erre kifejezetten nagy hangsúlyt fektettünk, hogy hogyan tudnánk elősegíteni a bőrszárasságnak a csökkentés, illetve megpróbáltuk redukálni a ragadóságot is. Ez az eredeti szer, ami nem alkohol alapú, de ma már van alkoholos változat is. A kézfertőtlenítő receptje titkos, csak általánosságban lehet az összetevőkről beszélni. A hatóanyagai természetes eredetűek, míg a piacon kaphatóak azok általában alkoholbázisú készítmények, általában ugye a WHO azt le is írja, hogy legalább egy bizonyos alkoholszázalékot, magas alkoholszázalékot el kell érni a készítménynek, hogy tényleg baktericid, fungicid és virucid hatása legyen. Ellentétben ez a készítmény egy picit más úton közelíti meg ezeket a tulajdonságokat, ez lesz az újdonság ereje. Készült fertőtlenítő kendő is a termékből. A kézfertőtlenítő az egyetem tulajdona. A hallgatók kipróbálhatták, a felsőoktatási intézmény több helyszínén rakta ki adagolókat. A visszajelzések alapján fejlesztették a receptúrát. Most az egyetem azt tervezi, hogy bérgyártásban a szabadalom jogát megtartva piacra viszi a kézfertőtlenítőt, amiből az oktatási intézménynek lesz bevétele.